Az elmúlt években rendre nagy csatát vívott egymással a két csapat, és a nyíregyháziak abban bíztak, hogy a szezon első hazai meccsén le tudják győzni a fővárosiakat. Annál is inkább, mert a többszörös világbajnok Zapretán Zsombor távozott a Fraditól, igaz, így is voltak világbajnokok a vendégeknél. A várt nagy küzdelem azonban elmaradt, a kritikus szituációkból rendre a Ferencváros jött ki jobban, és végül 89-as különbséggel 6-2-re nyert a budapesti gárda. Rögtön az első sorban Magyarorsi Péternek komoly pontszerzési lehetősége volt, azonban 9 fán múlott csupán, hogy megcsinálja a csapatpontot, míg mellette a Szolyka Miklósnak egyértelműen nem sikerült a pontszerzés. Jelentős hátrányba kerültünk, 0-2 arányba vezetett a Ferencváros, és közel 80 fával elhúztak, és a másik sorban a Fehér Béla révén sikerült ugyan pontot szereznünk, azonban a Szilágyi Sándor mellett egy volt világbajnok Kovács Gábor mégiscsak érvényesítette a papírformát és hozta a csapatpontját, így a zárósorban a Hakker Dezsővel már közel 100 fás hátrányjal léptünk dobóállásba, és mindenképpen az eredmény kozmetikázására hajoltunk, és sikerült majdnem azt lehet mondani, mind a két pontot megszerezni. Csupán annyi hiányzott, hogy a Hakker Dezsőnek 4 fán múlott ez a pontszerzése, míg nekem sikerült a Bottházy Pétert, a kétszeres világbajnokot legyőznünk 2 fával, így 6-2 arányban úgy gondolom, hogy tisztes vereséget szenvedtünk, bár én úgy érzem, hogy a csapatfában egy kicsit többet vártunk volna el magunktól. A hétvégén nem rendeznek fordulót a Szuperligában, a nyíregyházi játékosok közül viszont 4-en Bátonyterenyén lépnek dobóállásba. Az Ózdi területi döntőről 4-en jutottunk tovább, Szilágyi Sándor, Kastura Zsolt, illetve a Szolyka Miklós mellett jó magam. Sajnos Fehér Béla már a területi döntőn nem indult, úgyhogy neki is mindenképpen azt lehet mondani, hogy itt lenne a helye, főleg még a formája alapján is akár egy győztes reményei is lehetnének a nyíregyháziaknak, de hát Béla nincsen, úgyhogy nekünk négyünknek kell majd a következő kvalifikációt megvívnunk, és ez már egyenesen a Répszel, aki országos nagy döntőbe vezet, úgyhogy bízom benne, hogy nem csak egy, hanem 2 vagy akár 4 nyíregyházi játékos is tovább jut majd a 10 lehetséges helyre. A Szuperligában 4 fordulót követően 3 csapat, a Répszelak, a Szeged és az Alaegerszeg 100%-os. Az egy győzelem mellett 3 vereséggel álló nyíregyháza október 10-én Székesfehérváron a Köfém SC-nél vendégszerepel.